Káros hatásai lehetnek, ha a gyöngyöspatai romák mindenféle megkötés nélkül készpénzben megkapják a 100 millió forintos kártérítést. Erről beszélt egy roma ügyi szakértő az M1-en. Attól tart, hogy sok cigány család nem tud bánni a pénzzel, elköltenék a 100 milliót, de valós felzárkózást, felzárkóztatást ez nem hozna. Volt olyan, aki a napokban el is mondta az M1-nek, hogy ő új fürdőszobát csináltatna a pénzből. A kormány azt javasolja, hogy természetben oktatási, képzési célra kapják meg a kártérítést a gyöngyöspatai családok. A roma családok egyetlen fillért sem fizettek azért, hogy jogi képviseletet biztosítsanak számukra, és a jövőben sem kell fizetniük. Ezt állította Farkas Lilla ügyvéd a Népszavának, aki az esélyt a hátrányos helyzetű gyerekeknek alapítvány megbízásából képviseli a szegregációban érintett gyöngyöspatai fiatalokat. Politikai játszmáról van szó. Horváth László a térség fideszes országgyűlési képviselője kedden viszont arról beszélt, írásos bizonyítékok vannak arra, hogy a Soros Alapítvány eszközként használja fel pártfogoltjait anyagi haszonszerzés és saját politikai céljainak elérése érdekében. A jogerős 100 millió forintos kártérítési összeg a helyi romákat is megosztja. Van közöttük olyan, aki Brüsszellel fenyegeti a kormányt és az önkormányzatot, ha nem fizet. Kérem az Orbán Viktortól plusz költségvetés, ha meg nem, akkor a Brüsszel fizesse ki abból a pénzből, amit Magyarországon a roma felzárkóztatás vagy az integrációra szánt összeg. Annan kérjük akkor le. Nekünk mindegy, hogy honnan fizetik, ezt a pénzt ki kell fizetni. Ez a fiatal roma nő pedig azt mondja, ő is elszenvedője volt a szegregációnak, de a pénz nem minden. Innen is van egy kis igazság, de a másik oldalról nagyobb. Ennyit szeretném, hogy örülünk. Az mit jelent, hogy innét is, meg onnét is? Hát a szegregáció az valójában igaz Gyöngyöspatán. Igen. De máshogy is meg lehetett volna beszélni. Fizetni nem tudunk. Fizetési meghagyás benyújtásáról egyelőre nincs információja Gyöngyöspata polgármesterének. Hevér Lászlóné azt azonban jelezte, ha erre sor kerülne, csődöt kellene jelenteniük. Kötelező feladatokat nem tudnánk megoldani. Tehát gondolok itt az óvoda működtetésére, tehát bérek fizetésére, a bölcsőde működtetésére, a étkeztetésre, úgyhogy nagyon nagy gondot jelentene az önkormányzatnak. Településen lévő roma közösségnek szüksége van arra, hogy valós társadalmi felzárkózás történjen a településen, ehhez viszont nem kizárólag pénzre van szükség. Hosszú távú felzárkóztatási lehetőséget kell kínálni a gyöngyöspatai ügyben érintett családoknak is, mondta a roma ügyi szakértő szerda este az M1 stúdiójában. Forgács István hozzátette, sok helyen kell megjelennie a tudatos gondolkodásnak, a jövő tervezés igényének. Itt egyébként annak van nagyon komoly veszélye, hogy ez a hirtelen megjelenő pénz, ez olyan döntésekre sarkalja a helyben meglévő roma közösség érintett tagjait, ami lehet, hogy egy-egy rossz döntés esetén sajnos visszaigazol olyan előítéleteket, amelyek tovább rombolják a roma és a nem roma viszonyokat mind a településen, mind a megyében, és akár esetleg a teljes társadalomban. Forgács István azt mondta, sok roma közösség nem tud bánni a pénzzel, ezért jó lenne, ha a felperesként megjelenő családok és az egykori diákok elfogadnák azt a segítséget, amit bármilyen külső szereplő, de elsősorban a kormány fel tud kínálni a számukra.